A sorrendben 11. magyar kanizsai fogadónapon a szabadkai magyar főkonzulátus munkatársai mintegy 220 kérelmet vesznek át a község polgáraitól. Amennyiben valaki szeretne részt venni magyarországi országgyűlési választásokon, és nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel, akkor ezt a jogosultságát, tehát a választói jogát egy előzetes regisztrációt követően tudja érvényesíteni. A regisztrációhoz szükséges formanyomtatványt szintén át tudjuk adni itt a helyszínen, amennyiben valaki nem rendelkezik még ilyennel. Emellett igény szerint a konzulátus eljuttatja az érintetteknek a kész útleveleket, a kért anyakönyvi kivonatokat, a kitöltött regisztrációs nyomtatványokat pedig átadja a Nemzeti Választói Irodának. A magyar kanizsai városházának kérelmezők türelmesen vártak sorukra. Kálmán Andor nem csak magyarságának igazolását látja a magyar állampolgárságban, hanem munkalehetőséget is. Számomra egy kicsikét a munka is részese volt ennek a döntésnek, mivel hogy szeretnék külföldön egy kicsikét próbát, vagy szerencsét próbálni munkaterén. Úgy érzem, hogy mint szerb állampolgár ez egy kicsikét döcögősen menne, de viszont a magyar állampolgársággal ugyebár az Európai Uniónak a határain belül lehetne mozogni, és ez megkönnyíti a munkavállalóknak a dolgát. Kovács Gábor konzul hangsúlyozta, egyes híresztelések ellenére a főkonzulátus nem ad ki adatokat a regisztrációs nyomtatványokkal kapcsolatban. Továbbá bárhova hajlandó kimenni, fogadónapot tartani, ahol erre igény mutatkozik.